A zetevárai víztározóhoz közeli erdőben Le a kalappal címmel szervezett harmadszorra gombásztábort a Sekler Sound Székely Hangegyesület. Idén 38 gyermek ismerkedett ezzel a sokszínű világgal. A fiatalok kisebb csoportokat alkotva indulnak gyűjtőútra. Keresés közben időről időre hangokkal jelzik az ott létüket, hiszen a székelyföldi rengetegben nem csak gombák, hanem medvék is előfordulnak. A medve jobban fél tőlünk, mint mi tőle, és ezzel nem láttunk igazából még soha medvét, mert nem jön közel, így hogyha zajoskodunk például. A medveorrú gomba viszont nem tud menekülni. Az ízletes vargányát nevezik népiesen így, ez egy hatalmas példány. Ennek, akárcsak a legtöbb ehető gombának van mérgező rokona, éppen ezért fontos ismerni a megkülönböztető jegyeket. Mindegyiknek a kalapja másabb, és ha elvágjuk, vannak amelyek szint váltanak, például van olyan gomba, amelyiket, hogyha ketté vágunk, akkor teljesen elkékül belül. A fiatalok közül többen visszatérő táborlakónak számítanak. Orsolya is volt már az előző években, ő most egy szabályos alakban elhelyezkedő telepet talált. Ezt boszorkánykörnek hívják, amihez Európa szerte számos népi hiedelem kapcsolódik. Akármilyenféle gombákból lehet, például csiperke, rókagomba, ilyen fűgombákból is lehet. Szerintem egy ilyen kis kötődés, mert a boszorkányok a gombákból, szerintem abból kotyvasztották az ilyen szereket. Lehet, hogy abból lett így a neve, hogy a boszorkánykör. Boszorkánytojásnak pedig az erdei szömörcsög fiatal termőtestét hívják. Ez már egy kifejlett példány, amely az emberi orrnak kellemetlen szagot árasztva vonzza a legyeket. Meglepő módon ehető, forralással elveszíti az akár 20 méterről érzékelhető jelző mintáját. Forrai Tibor homoródszentpáli pedagógus évek óta járja a természetet, sok kalapos fajt ismer, most mégis elsősorban tanulni jött a táborba. Kése egyedi darab, alján egy sminkecset kapott új funkciót, a földet lehet vele eltávolítani. Most egy a korallgombák családjába tartozó példányt talált, van ehető és enyhén mérgező fajta is. Tulajdonképpen egy hasmenést okoz, legtöbb, ha nincsen jó megfőzve főleg, de ugyelni kell vele azért, nem mindenik jó. Népszerű programnak számít a szépségverseny, ami idén virtuális térbe került. Minden gyereknek van most már mobiltelefonja, vagy már eleve komoly fényképezőgépekkel jönnek, hogy a gombát a helyén hagyjuk, amennyiben már olyan fajt gyűjtöttünk, és akkor csak fotókkal tudnak benevezni a gombaszépségversenyre. A versenyen komoly esélyekkel indulhatna a púpos egyrétű tapló, amely valójában fehér, a rajta megtelepedő algák színezik zöldre. A délutáni foglalkozásokat a sepsiszentgyörgyi Zoltán Sándor tartja. A nyugdíjas gépészmérnök mikológia, vagyis gombatan terén is az egyik legavatottabb székelyföldi szakértő. Ő ismerte fel a gyerekek által begyűjtött egyetlen pecsétviaszgombát, amely ritkaságnak számít. Én úgy lettem gombász, hogy gyermekkoromban annyira szerettem a keserűgombát, hogy nem vásároltak annyi keserűgombát a piacról, nem azért, mert drága volt, mert nagyon olcsó volt, hanem féltek, hogy sok gombafogyasztástól rosszul leszek. Aztán akkor elhatároztam, hogy nagy leszek, akkor majd gyűjtök én magamnak gombát. A megbízható gombavizsgálatra lenne igény Székelyföldön, jelenleg ilyet csak a sepsiszentgyörgyi piacon végeznek. A Le a kalappal tábor szervezői abban reménykednek, hogy az alapokkal itt ismerkedő fiatalok közül többen hosszú távon szakértővé válnak, ami a jövőben megélhetést és a szülőföldön való boldogulást biztosíthatja számukra.